Felzárkóztatás. 11 önkormányzat vett részt a most záruló komplex telep programban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A jövőben 240 cigány telepen folytatódhat az integráció. Nagyszabású beruházás. Befejeződött 8 kelet-nyírségi település szennyvízelvezetési és tisztítási programja. A jelenlegi uniós ciklusban a kormány 385 milliárd forintot fordít ilyen jellegű fejlesztésekre. Korszerű környezetben, mentális szobával, orvosi helyiséggel, foglalkoztatóval és látogató szobával bővült a Tiszalöki Idősek Gondozó Központja. Tizenegy önkormányzat vett részt a most záruló komplex telep programban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A szegregált, rossz lakhatási körülmények között élő, nehéz sorsú családokon segített a program szociális szolgáltatásokkal, képzésekkel. A hazai lakosság 3%-a él cigánytelepeken, tájékoztatotta a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán a program záró rendezvényén. Langerné Viktor Katalin hozzátette, a jövőben 240 cigánytelepen folytatódhat a program, és ugyanennyi helyszínen a lakóhelyek felújítását is tervezik. A hazai lakosság 3%-a 1600 településen él szegregált telepeken, rossz lakáskörülmények között elzártan. Azokon segített a komplex telep program, akik partnerek voltak abban, hogy változtatni szeretnének életükön, mondta a fórumon a helyettes államtitkár. A telepeken élők különböző képzésekbe kerültek be, akik elvégezték azokat, munkához is jutottak. De a mindennapos problémáik leküzdéséhez is segítséget nyújtottak számukra, sőt figyelmet kapott egészségi állapotuk is, hiszen nem járnak szűrésekre. Az uniós támogatású programot sikeresnek nevezte Langerné Viktor Katalin. Látjuk, hogy a települések, akik elkezdték a felzárkózási programokat, lehetőségként élik meg, és egymás után megvalósítják, ott bizony az emberek munkába állnak, ott az emberek a saját kezükbe veszik a sorsukat. Tehát a legfontosabb, és azt gondolom, hogy a fenntarthatóság, ugye, amiről szoktunk beszélni, az tulajdonképpen az, amikor ezek az emberek a saját kezükbe veszik a sorsukat és a saját boldogulásukat próbálják intézni. A projektet a Tőr István Képző és Kutató Intézet gondozásában valósították meg. Többek között Besenyőd, Beregdaróc, Encsencs, Gávavencselő, Tiszalök és Nagyecsed önkormányzata is pályázott. Utóbbi település mintegy 140 millió forint támogatást nyert. Nálunk a programban az egyik elem biztosított arra lehetőséget, hogy automata mosógépekkel mossa ki az ott lakók a szennyes ruhájukat, kölcsönözhessenek olyan ház körüli eszközöket, fűnyírót, motoros kaszát és a többit, amivel a környezetüket tehetik szebbé. De például emelgetnék egy másik nagyon sikeres modulunkat is, hogy egy fodrász üzletet alakítottunk ki a közösségi házunkban, ahol két roma lány foglalkozott a gyerekekkel és felnőttekkel a mindennapos higiéniai ügyekben, nyújtott nekik szolgáltatást. Ezek azok a programelemek, amik azonnal hasznosultak. A legtöbb önkormányzat folytatni szeretné a programot, hiszen az, mint mondták, beágyazódott a település életébe. Jelenleg uniós finanszírozásból 55 településen van telepprogram 2400 érintett bevonásával. Langerné elmondta, az integráció tovább folytatódik 240 cigánytelepen, és ugyanennyi telepen a lakhatási körülmények javítását is tervezik. Befejeződött 8 kelet-nyírségi település szennyvíz elvezetési és tisztítási programja. A nagyrészt uniós támogatású, több mint 6,3 milliárd forint értékű beruházás záró rendezvényét napkoron tartották. A 18 ezer lakost érintő fejlesztés részeként építettek két új tisztító telepet, egyet pedig felújítottak. Továbbá mintegy 80 kilométer hosszan bővítették a csatornahálózatot. A rendezvényen a Nemzeti Fejlesztési Miniszter kérdésünkre elmondta, a jelenlegi uniós ciklusban a kormány 385 milliárd forintot fordít ilyen jellegű fejlesztésekre. 8 település, Baktaló Rendháza, Apagy, Napkor, Nyírtét, Ófehértó, Magy, Nyíribrony és Ramocsaháza volt érintett abban a projektben, amelyet fél év próbaüzemet követően zártak Napkoron. A beruházásnak köszönhetően több mint 18 ezer ember életkörülményei javultak a korábbiakhoz képest.
infrastruktúrálisan minden közműképítése megtörtént. Úgy gondolom, hogy továbbfejlődésnek az alapjai kerültek megteremtésre. Nagyon sikeres volt a beruházás, megfelelően végezték a kivitelezők jó minőségben, határidőre, teljes kiírásnak megfelelően sikeresen lezárult a projekt. Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, a jelenlegi uniós ciklusban a kormány közel 400 milliárd forintot fordít hasonló fejlesztésekre. Amikor a kormány úgy döntött, hogy az önerőt biztosítja ezeknek a településeknek, akkor a lakosság nem azt mondta, hogy kiveszi a pénzét, hanem inkább ezt is fejlesztésre fordította. Azt gondolom, hogy önmagában ez a igazi példája annak, hogy a lakosság nagyon várta és nagyon áhította ezt a beruházást. Többször elmondtam már, hogy pont ennek a jelentőségét látva a kormány úgy döntött, hogy a 14-20-as forrásba 385 milliárd forintot elkülönített szintén ugyanilyen célokra. A zárórendezvénynek otthont adó napkoron 1,5 milliárd forintból 20 kilométernyi gerincvezeték épült meg a beruházás részeként. Több mint 1200 ingatlanban valósulhat meg a rákötés lehetősége, és azt is mondhatom jó szíve, hogy már több mint 1000 háztartásban rákötöttek napkoron a szennyvízre. Egyrészt emiatt jelent sokat, másrészt pedig összegszerűen is akkora támogatást kaptunk, hogy az elmúlt 25 év nem csak a legnagyobb támogatásáról van szó, hanem összességében sem éri az összes többi támogatás ezt a nagyságrendet. A megyei közgyűlés elnöke szerint történelmi jelentőségű a megyebeli kistelepülések szennyvízhálózatát. Kiépítése. Egy városias urbanizált környezet keletkezik ezzel a kisebb településeken, falvakban is, és ezzel, illetve ezekkel a beruházásokkal, amiknek most az átadása a folyamatban van a megyébe, szinte 100%-osan megvalósul a 2000 fő fölötti települések szennyvíz és csatorna beruházása. Ez azonban történelmi jelentőségű valóban a megye szempontjából. Ugye annak idején a víz is megvalósult, most pedig a szennyvíz beruházás kiskövették ezt a trendet. Az érintett 8 településen több mint 60%-os a rákötési arány, és mint a társulás elnöke elmondta, terveik szerint 2016 nyaráig a 4800 háztartás legalább 80%-a csatlakozik majd rá a hálózatra. Szörnyet halt egy munkása a bújtosi szabadidő csarnokban Nyíregyházán, adta hírül a szont.hu. Az internetes portál információi szerint a csarnok belső felújítása közben történt a tragédia. Egy nagy tömegű gerenda tisztázatlan körülmények között lezuhant, és az alatta tartózkodó munkást halálra zúzta. A rendőrség eljárást indított a körülmények tisztázása érdekében, olvasható a cikkben. Mentális szobával, orvosi helyiséggel, foglalkoztatóval és látogató szobával bővült a tiszaloki idősek gondozó központja. A korszerűsítésnek és a bővítésnek köszönhetően az intézményben kialakították azokat a hiányzó helyiségeket, amik nélkül csak ideiglenes engedéllyel tudott működni a korábbi években. A beruházás több mint 82 millió forint Európai Uniós forrásból valósult meg. Ez az épületrész köti össze a tiszalöki idősek gondozó központjának korábban épült két szárnyát. A 31 gondozat mellett a Város Idős Klubjának is helyet biztosít majd az új épületrész. A gondozó központ emellett 150-170 fő szociális étkeztetését és 37 fő házi gondozását végzi Tiszalökön. Az intézmény összeépítése történt meg, így két kicsi épületből egy épület együttes keletkezett, amely azokat a hiányzó helyiségeket foglalja magában, amelyek miatt évek óta ideiglenes hatályú működési engedéllyel rendelkezett az intézmény. Ez a betegszoba, orvosi szoba, látogatói szoba, mentális szoba és foglalkoztató. A beruházás részeként az épület tetőszerkezete és a külső környezete is megújult, mondta el Tiszalök polgármestere az átadó ünnepségen. Hozzátette, a felújítás 21. századi környezetet biztosít a gondozottak és a gondozók számára. Nagyjából 82 millió forintos a támogatás mértéke, 100%-os támogatásról beszélünk. Az építészeti kiadások kb. 68 millió forintra rúgnak, és gyakorlatilag így kívülről minden megújult, de mégis némi hiányérzetünk van, hiszen az épületegységnek egy része nem fért bele a pályázatba, illetve nem lehetett pályázni a régi meglévő résznek a hőszigetelésére és a külső nyilázáró cserére. Ezt meg fogjuk tenni, hiszen akkor ez teljes és egész az épület felújításra. Azt gondolom, hogy így egy
egy megfelelő környezetben, méltó körülmények között élnek az idősek. A rendezvényen Vinnai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy egy társadalom fejlettségét az is meghatározza, ahogyan az idősekkel és a betegekkel bánik. Egy társadalom igazi fokmérője, hogy hogyan gondoskodik az idősekről, az idősebbekről, akik már gondoskodásra szorulnak. Nekünk az a filozófiánk, hogy mindenképpen a családot kell megerősíteni, a családban kell együtt élni, akár úgy, hogy szülők, gyerekek, vagy akár a nagyszülők is. De hogyha ez már nem lehetséges, akkor szükség van ilyen szociális szolgáltató intézményekre, ahol az idősek szakszerű gondoskodást, szociális ellátást kapnak. Láttuk ebben a megújult intézményben is van orvos, szóval látogató szoba, és nagyon fontos, hogy vannak közösségi terek, ahol a gondozottak beszélgethetnek, ahol a szellemi frissességüket még megőrizhetik. Az országgyűlési képviselő elmondta, a bentlakók életében minőségi javulást hozott a beruházás, az ellátásban dolgozók számára pedig az életpályamodell hozhat majd jelentős változást. A menekültek kötelező betelepítésére vonatkozó kvóta ellen indít aláírásgyűjtést a Fidesz. Vinnai Győző kormánypárti politikus azt mondta a párt nyíregyházi tájékoztatóján, a kvóta alapján Magyarországnak 5 év alatt egy szegednyi embert kellene befogadnia. Simon Miklós hozzátette, azért van szükség a petícióra, mert Brüsszel döntése jogellenes. Nem erőltethető rá a tagállamokra a betelepítés, ami csak a terrorfenyegetettséget és a bűnözést növelné. Véleményünk szerint semmiféle jogalapja nincsen Brüsszelnek ahhoz, hogy ide migránsokat telepítsen be az országba. Egy szuverén államba avatkozik ilyen tekintetben. Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak, a magyar embereknek joguk van eldönteni, hogy kiket akarnak befogadni. Plenáris ülés elé viszi a Jobbik a gyermekéhezés visszaszorítását ösztönző összpárti javaslatot, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján a párt regionális igazgatója. Katona Péter kiemelte, a Jobbik azután döntött így, miután a Fidesz kihátrált a korábban általuk is aláírt javaslat mögül. Ez azért elfogadhatatlan, mert egy tavalyi felmérés szerint a családok 47%-a mondta azt, hogy volt olyan, amikor nem vagy nem megfelelő módon tudtak a gyermeküknek ételt adni. Több mint 50 ezer olyan gyerek él Magyarországon, akik viszont tartósan éheznek. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos probléma, akkor sőt, hát ugye nyilván a jövő szempontjából az egyik legfontosabb témakör, és hát én azt üzenem azoknak a képviselőknek, akik nemmel szavaztak arra, hogy ezt a témakört egyáltalán fölvessük, tehát nem, hogy megoldási javaslatokat nem mondtak, hanem egyáltalán vitát sem akartak erről nyitni, hogy tartsanak egy nagyon komoly önvizsgálatot, és gondolkodjanak el azon, hogy kiket is képviselnek ők, vagy képviselnek egyáltalán bármelyik magyar embert, vagy magyar családot. Felborult egy tartálykocsi a 38-as főúton Tiszanagyfalu közelében. A jármű sofőrje későn vette észre a ködben, hogy előtte egy másik baleset miatt kocsisor torlódott fel. Félrerántotta a kormányt, ekkor borult fel a tartálykocsi 31 ezer liter üzemanyaggal. Az üzemanyag egy része kifolyt, a katasztrófa védelem teljes útzár mellett végezte a műszaki mentést. A balesetben senki sem sérült meg. A tiltás párti nevelés mit sem ér a drogokkal szemben? Erről Zaher Gábor toxikológus beszélt nyíregyházi előadásán. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A férfi kosárlabda bajnokság 7. fordulójában idegenben lép pályára a Malsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese szombaton Körmendre látogat. A hazaiak a 3., a vendégek pedig a 11. helyet foglalják el a tabellán. Csúcsrangadót rendeznek a labdarúgó megyei első osztály 13. fordulójában. A 31 ponttal a tabella első helyén álló Ibránya 27 ponttal második Nagyecsed otthonába látogat. A mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik. $45 millió droghasználat évente Magyarországon, és ezzel kapcsolatosan 31 haláleset. A tiltás párti nevelés mit sem ér a drogokkal szemben, mondta nyíregyházi előadásán Zaher Gábor toxikológus. A felmérések és tapasztalatok azt mutatják, az elrettentés a legtöbb esetben pont az ellenkezőjét váltja ki, mint amire számítunk.
Manapság számos különböző színű, mintájú és fantázia nevű drog van a piacon, amelynek összetételéről, hatásairól semmit sem lehet tudni, mondta nyíregyházi előadásán Zaher Gábor. A toxikológus kiemelte, csak tavaly 103 új szer jelent meg, amelyből villámgyorsan állítják elő az újabbnál újabb és veszélyes kábítószereket. Gyermekeinket így több lehetőség érheti manapság, azonban a tiltáspárti nevelés mit sem ér a drogokkal szemben, tette hozzá. Szerintem a történet arról szól, hogy van-e otthon kommunikáció, hogy működőképes-e a szülő-gyerek közötti kapcsolat, a beszélgetés, és itt nem a matek leszkék kikérdezéséről van szó, mert azt nem beszélgetésnek nevezném, hanem arról, hogy egyáltalán ez a gyerek hogyan látja ezt a világot, én hogyan látom ezt a világot, kettőnk közötti véleménykülönbséget hogyan tudjuk esetleg kiegyenlíteni, vagy talán közelebb vinni egymáshoz. A toxikológus érdekes és megdöbbentő adatokkal érkezett Nyíregyházára, mint mondta, világszerte jelenleg mintegy 200 millió droghasználó és 25 millió drogfüggő él. 45 millió droghasználat évente Magyarországon, 31 haláleset. Ez gáz? Hát gáz persze, mindegyik haláleset gáznak számít, na de számszakilag? Szóval szerintem nagyobb az esélye valakinek, hogy itt Nyíregyházán bringázik a főúton és elütik, mint annak, hogy kábítószer használatba belehal. A szakember hozzátette, ettől függetlenül soha senkinek nem javasolja a különböző szerek használatát. Szerinte a fiataloknak megfelelő példát kell mutatni otthon és az iskolában is, valamint a keresletcsökkentő drogpolitika is meghozhatja a várt és elvárt eredményeket. Én most végzős vagyok a bánkiba, és sokat járunk bulizni. A barátaim körébe tapasztaltam ezt, hogy kipróbálták, de én sose, és igazából az osztályomban se tapasztaltam ezt, hogy valaki kipróbálta volna. Sok káros hatása van, én úgy gondolom, és rendesen megrövidíti az életet. A programot a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete a Nyíregyházi Önkormányzat támogatásával hívta életre. Az előadáson 10 iskola, közel 1000 diákja vett részt. A férfi kosárlabda bajnokság 7. fordulójában idegenben lép pályára a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese szombaton Körmendre látogat. A hazaiak a harmadik, a vendégek pedig a 11. helyet foglalják el a tabellán. A legutóbbi szegedi meccset követően Sitko Ernő szakmai igazgató csapata fegyelmezetlenségében látta a vereség okát, ezért a heti felkészülésbe beiktatott egy olyan mérkőzést, amelyen éles helyzetben lehetett gyakorolni. Játszottunk egy edzőmérkőzést a Tiszaújvárossal Tiszaújvárosban. Alapvetően nem is nevezném mérkőzésnek. A lényeg az volt, hogy olyan ellenfél ellen gyakoroljuk a játékainkat, akik nem ismernek minket. Egy picit talán próbáltunk önbizalmat szerezni, megpróbálni végigjátszani a játékainkat, és bízom benne, hogy ez majd az erősebb ellenfél ellen, a Körmend ellen is sikerülni fog. A Körmend eddig 5 győzelem mellett egy vereséget szenvedett a bajnokságban. A nemzetközi porondoni szereplő vasiak egyik fő fegyverükként alkalmazzák a távoli dobásokat. Átnéztem a játékosaikat, 4-en dobnak 30% fölötti 3 pontos mutatót. Ugye ez önmagában sokat nem jelent, mert ha valaki egyet dob rá minden meccsen, vagy minden második meccsen egyet, akkor kijöhet jó statisztika. De sajnos nem így van. Olyan játékos, aki 5-öt próbálkozik egy mérkőzésen átlagban, 48%-kal dobja, a következő 42%-kal, tehát elég veszélyes lesz a csapat. A Körmend játékára mindig jellemző volt ez, hogy kívülről veszélyesek és nagyon sok 3 pontos dobnak rá. Ez gondolom így lesz most is, és a hazai közönség egy nagyon jó hangulatot fog varázsolni, de azért bízom abban, hogy ez a mi játékosainkat is fel fogja tüzelni. A forduló további párosítása a következő: Albafehérvár Pécs, Mafc Szombathely, Kaposvár Szolnok, Kecskemét Atomerőműese, Jászberény Sopron és Zalaegerszeg Szeged. A Körmend Marsó-Nyíregyháza mérkőzést hétfőn 21 órától láthatják a Kölcsé Televízió nézői. Csúcsrangadót rendeznek a labdarúgó megyei első osztály 13. fordulójában. A 31 ponttal a tabella első helyén álló Ibrány a 27 ponttal második Nagyecsed otthonába látogat. A mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik.
Sorozatban hetedik győzelmét aratta a 12. fordulóban az Ibrány, Gellicki Máté együttese 3-1-re nyert a Nyírgyulaj ellen. Az Éllovas eddigi 10 sikere mellett egy döntetlen és egy vereséget jegyez úgy, hogy 56 szerzett góllal szemben 13-at kapott a bajnokságban. Az Ibrányiak nagy ecsedre is a 3 pont megszerzésének reményében utaznak. Játszottunk ellenük nyáron egy felkészülési mérkőzést, azt is egy góllal tudtuk megnyerni hazai pályán. Ismerjük őket, sőt, barátaink játszanak ott, de úgy érzem, hogyha mi 100%-on tudunk pörögni, a Nyírgyulaj elleni teljesítménytől többet tudunk letenni az asztalra, akkor van esélyünk megszerezni a 3 pontot. A nagyecsedi csapat 6 Zsinórban győztes meccset követően játszott 1-1-es döntetlen Baktalórendházán a legutóbbi fordulóban. A rutinos támadó Ádámszky Róbert szerint az Éllovas ellen is van esélyük a győzelemre. Reméljük egy hajtós meccs lesz, mivel hogy az első játszik a második, amire nem gondolt itt senki nagyecseden. Itt az őszi szezon végére, hogy második helyen vagyunk, úgymond egy nagy rangadót fogunk játszani, biztos, hogy mindent meg fogunk tenni. Egy nagyon jó csapat az Ibrányi, azt mondom, kiemelkedik a mezőnyből. De hogy mi se vagyunk ott véletlenül, ezt viszont hétvégén bebizonyítjuk. Most a védekezést kell jobban megszervezni, mert Ibrány lendületesen nagyon jó támadó csapat, tehát többször láttuk őket, edzőmeccset is játszottunk. Tehát annak én azt mondom, az a kulcsa, mennyi ideig tudjuk rendesen kribusztolni a mérkőzést, és utána, hogy kijönnek, biztos vagyok benne, hogy lesznek nagyon nagy lehetőségeink. A szombaton 13 órakor kezdődő mérkőzésen mindkét oldalon lesznek hiányzók, a hazaiaknál Hóman Rihás sérülés, Bujáki Attila átlétás, míg a vendégeknél Gergely Balázs és Somogyi Tibor szintén sérülés miatt hagyja ki a találkozót. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 11 önkormányzat vett részt a most záruló komplex telepprogramban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A hazai lakosság 3%-a él cigánytelepeken, tájékoztatotta a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán a program záró rendezvényén. Langerné Viktor Katalin hozzátette, a jövőben 240 cigánytelepen folytatódhat a program, és ugyanennyi helyszínen a lakóhelyek felújítását is tervezik. Befejeződött 8 keletnyírségi település szennyvízelvezetési és tisztítási programja. A nagyrészt uniós támogatású, több mint 6,3 milliárd forint értékű beruházás záró rendezvényét napkoron tartották. A rendezvényen a Nemzeti Fejlesztési Miniszter kérdésünkre elmondta, a jelenlegi uniós ciklusban a kormány 385 milliárd forintot fordít ilyen jellegű fejlesztésekre. Mentális szobával, orvosi helyiséggel, foglalkoztatóval és látogatószobával bővült a tiszalöki idősek gondozó központja. A korszerűsítésnek és a bővítésnek köszönhetően az intézményben kialakították azokat a hiányzó helyiségeket, amik nélkül csak ideiglenes engedéllyel tudott működni a korábbi években. A Kölcsei Televízió pénteki hírműsorát látták. Friss hírekkel hétfőn várjuk majd Önöket, szombat este pedig a hét legfontosabb híreit foglaljuk majd össze. Addig is híreinket megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, komolyabb változás pedig még nem várható az időjárásban. Éjjel a gyengén felhős ég alatt az alacsonyabban fekvő helyeken ismét párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az alacsonyabban fekvő részeken -5-1 fok között alakul, így reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, az alacsonyabban fekvő helyeken is kitisztul az idő és kisüt a nap, délutántól észak felől megnövekszik a felhőzet és este felé helyenként már kisebb eső is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10-14 fok között alakul. Fronthatás nincsen térségünkben.
A korábban jellemzően párás ködös körzetekben jelentős enyhülésre számíthatunk, bár vasárnap és hétfőn még lehetnek makacsabb ködfoltok, és errefelé a hőmérséklet is jóval alacsonyabban alakul az országos átlagnál. Kedden, amikor a szél több helyen megerősödik, elszórtan kisebb esőzápor is kialakul, egyébként számottevő csapadék nem lesz. A következő napokban az éjszakai fagy országszerte elmarad, és napközben az ilyenkor szokásosnál melegebb időre, általában kevéssel 15 fok feletti napi csúcshőmérsékletekre számíthatunk.